A Puskás Akadémia hírei következnek, köszöntöm nézőinket! Január 13-án újra útjára indul a labda a Pancsó Aréna gyepén. Hogy addig is izgalmasabbá tegyük a várakozást, naponta megszólaltatunk egy-egy NB1-es játékos a felkészüléssel és az elvárásaival kapcsolatban. Jól haladunk a felkészülésre, én úgy gondolom, ebbe a két hétben megcsináltuk mindent, amit a tavaszi szezonra véghez kell vinnünk. Úgy gondolom, ezen a héten még lesznek egy kis simítások, két edzőmeccsel, és aztán kezdődik a bajnokság, amit már az egész csapat úgy gondolom, hogy nagyon vár. Két új kapustársat kaptál magad mellé. Milyen volt a kapusok által elvégzett munka szerinted az edzőtáborban? Hát Szandróval már végeztünk egy nyári felkészülést, de jelezte nekünk, hogy a téli az úgy gondolja, hogy ez egy nehezebb felkészülés lesz a kapusok számára. Ismertem már a kapusokat, mert a Balu már edzett felünk a felnőtt csapatnál, egy nagyon tehetséges kapusnak tartom, aki előtt nagyon nagy jövőt jósolok. Remélem, hogy be is igazolódik, de nagyon sokat kell még tennie ennek érdekébe. Pályót pedig csak névről ismertem, ő a Videóton csapatától érkezett, de nagyon kellemes benyomást keltett bennem. Teljesen beszéli a magyar nyelvet, és egy nagyon őszinte, korrekt gyereknek tartom. Én továbbra is teszem becsülete a dolgomat, egy kis szorgos hangja, és szeretnék tényleg olyan tavasz produkálni, hogy a csapatot és saját magammal is meg legyek elégedve. Nem csak nekem a magas az elvárásom, hanem az egész csapatnak és a szakmai stábnak, de úgy érte az egész Puskás családnak. Én úgy gondolom, egy olyan helyzetbe kerültünk itt a tél folyamán, ami tényleg nem hizelgő ránk nézve, de én úgy gondolom, hogy egy jó fél évvel ott tudunk maradni az első osztályban, sőt, ott is fogunk maradni az első osztályban, mert ezek a célok. Elindult új, heti rendszerességű interjúsorozatunk a pályán kívül, amelyben a nálunk futballozó fiatalokat ismerhetik meg egy kicsit közelebbről. Belég értelmes fiúknak tűntök, és olyannak, akik itt tudják, hogy mit akarnak csinálni az életben, esetleg mi lesz majd a későbbiek folyamán. Ha mondjuk, ne adj Isten, játszunk el a gondolat, hogy a foci nem, akkor mi az, ami még szóba jöhet? Mert tételezzük fel, egy sérülés, bármi közbe jöhet, még azért nagyon fiatalok vagytok, hál' az égnek, gyorsan regenerálódtok, de ha mondjuk B-tervet kellene mondani, akkor így megfogalmazódott már? Néha gondolkoztatok ezen? Én még nem terveztem el teljesen a jövőmet, a jövőm szempontjából a dolgokat, mivel tényleg mindent felteszek a futballért. Hát édesapám az történelem tanár, ezért nem annyira akarok a nyomdokaiba lépni. Hát orvosi pálya se annyira érdekel engem, még tényleg nem tudom. Hát szerintem valamilyen élő show műsort vezetni, vagy valami. Élő show műsort vezetni? Igen. Komolyan? Tehát a kereskedelmi televíziózás felé kacérkodsz? Igen, mondjuk. Na, miért? Mit tudnál magadnak elképzelni? Melyik műsor az, ami most megy a tévébe, vagy nem is olyan régen láttad, és egy olyanba el tudnád képzelni, Révé Klicsit mondjuk egy ilyen, most vagy 14, hát mondjuk tételezzük fel 8 év múlva. Ilyen valósági műsorokat, nagyon szeretem ezeket a Maradj talpon, meg ilyesmiket. Tehát ilyen Gundál Takács, Gábor féle sokat azért el tudnék fogadni. Gundi, tessék, itt van az utánpótlás. Na ez jól hangzik. Akkor esetleg mondjuk ilyen irányba is érdemes lenne tovább tanulni? Igen. Gondolom. Igen. Igyekszem. Jól hangzik. Neked? Egyébként lehetne egy ilyen sampónreklám. Sampónreklám. A Letenyei Lajos Gimnázium szakközépiskolai szakiskola január 29-én rendezte megszalagavató ünnepségét a felcsúti sportcsarnokban. A 12. A osztály az angol keringőt, míg a 11. B a hagyományos bécsi keringőt járt el a csarnokban összegyűlt vendégseregnek. Thank you.
Tóth Balázs 2015 nyaráig a pályán erősítette a Puskás Akadémia FC-t, azóta viszont már a háttérből támogatja akadémiánkat, mint nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató. A munka számára természetesen az UEFA Youth League lebonyolítása után sem állt meg. Akadémistáink fejlődése érdekében a bajnoki rajtig több nemzetközi felkészülési mérkőzés is vár csapatainkra. A február az utánpótlás csapatoknál ugye a felkészülési mérkőzésekről szól, és mint nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, te reszortod ezeket leszervezni. Milyen országok fogják most képviselni magukat itt? Igen, elég sok mérkőzést össze tudtunk állítani a játékosoknak, ugye a sok edzés és sűrű felkészülés közepette azért mégis nagyon-nagyon fontosak a mérkőzések. Hazai csapatok mellett sok külföldi csapattal is fognak találkozni. A játékosok úgy gondolják, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a nemzetközi ritmust is érezzék a saját bőrükön, és tapasztalják, hogy más nemzeteknek milyen a futballkultúrája. Úgyhogy Ausztriából érkeznek csapatok hozzánk, a Rapid Wien vagy a Szentpöltent tudom megemlíteni, aztán a Vojvodinával, a Nyitrával, több olyan neves külföldi csapattal is tudunk játszani, akinek kiváló utánpótlása van. Milyen szempontok alapján került a választás épp ezekre a csapatokra? Igen, vannak olyan csapatok, akikkel minden évben játszunk, tehát a nyári és a téli felkészülés alkalmakor is, és nagyon jó mérkőzéseket szoktunk vívni, úgyhogy ezeket már előre lefixáljuk, valamint a felkészülési vége felé, tehát minél közelebb érünk a bajnokság kezdetéhez, annál erősebb korosztályokat próbálunk meg egymás ellen ugye leszervezni egy mérkőzésre, úgyhogy ez volt talán a főbb szempont, hogy ugye minél jobb csapattal minél később játszunk, minél közelebb a bajnoksághoz. És hogy történik egy ilyennek a leszervezése? A szakmai igazgató Horváth Péter kollégámmal szoktunk erről a legtöbbet beszélni, és összeállítjuk a programját az utánpótlás csapatoknak. Megnézzük, hogy mikor fognak magyar ellenfelek ellen játszani, és mikor lenne jó egy külföldi csapat ellen játszani. És sok-sok embernek a munkája az, hogy ez klappoljon és teljesen le legyen szervezve. Úgyhogy a Péterre szoktunk rajta a legtöbbet sakkozni, és így állítjuk össze ezt a dolgot, és azok után pedig felveszünk a kapcsolatot a klubokkal, valamint más klubok is megkeresnek minket, hogy mikor tudnánk velük játszani. És mennyire könnyű együttműködni ezekkel a klubokkal, mennyire nyitottak? Tehát, hogy hosszabb levelezés kell ahhoz, vagy alapvetően azonnal jönnek? Hát hosszabb levelezés, mert azért elég sok mindent össze kell hangolni a legapróbb részletekig, de időben el szoktuk ezt kezdeni, sőt vannak olyan klubok, akikkel már több hónap előtte le tudtuk szervezni a pontos dátumot, úgyhogy azért szépen lépcsőzetesen a végére érünk mindennek. Utánpótlás csapataink számára február 27-én kezdődik a tavaszi szezon, addig is felkészülési mérkőzésekkel melegítenek a fiatalok. Szombaton a Vasas korosztályos együtteseivel játszottak barátságos meccseket, az U14-es, U16-os és U17-es gárdánk győzelemmel, míg az U15-ös együttesünk 4-4-es döntetlennel hagyta el a pályát. Külön kiemelkedő teljesítmény nyújtott 6-0-ás sikerével Fóris Róbert együttese, akik jó és magabiztos játékkal nyerték meg a találkozót. A Puskás Akadémia híreit lettek. Találkozunk egy hét múlva.